Sziasztok, Anzsi vagyok. Tudtátok, egy otthon is el lehet készíteni a Starbucks-os Pumpkin Spice Latte kávét. Nagyon egyszerű, 5 hozzávalóra van szükség összesen, és már készen is vagyunk az otthoni, nagyon finom sütőtökös kávéval. Tartsatok velem, és mutatom is, hogy hogyan készül. Köszi! 5 hozzávaló szükséges. Ez fél kiskanál sütőtök fűszerkeverék, amit a csatornámon is megtalálhattok, ide kattintva. Másfél evőkanál cukor, fél bögre tej, fél bögre kávé. Ezt most lehet variálni, hogy mennyire erős kávét tesztek hozzá. Több tejet, mondja lattéban több tej van. Ahogy nektek jól esik, egy bögre tej, fél bögre kávé, vagy negyed bögre kávé. Ki hogy szereti, ugye a cukrot is úgy kell variálni, ahogy ti szeretitek a kávét. Bár mondjuk ugye utólag lehet hozzáadni. És ezen kívül ugye kell 2 evőkanál sütőtök püré. Minden alapanyagot beleteszünk egy tálba. Tehát belöntjük a kávét, a tejet, a cukrot és a fűszert. És megcsinálom a sütőtök pürét is. Ha esetleg nem tudjátok, hogyan kell finoman elkészíteni a sütőtök pürét, azt is ide kattintva megtalálhatjátok. És ha még a tökmagot is szeretnétek megenni, azt is készítettem már arról videót, hogy hogyan lehet finoman elkészíteni a tökmagot. Elkészült a sütőtök püré, úgyhogy ebből kell 2 evőkanállal hozzáadni a teljes keverékhez. Így, ezt szépen elkavarjuk. És ezt majdnem forrásig melegítjük. A lényeg, hogy ne forjon fel, nem kell felfornia, hanem csak addig melegítjük, amíg éppen nem forr. Köszönöm szépen a kavargatást! Tehát amikor kész van, egyszerűen csak egy szűrőn keresztül belöntöm a pohárba. Mindenképpen kell a szűrő, hogy ugye a sütőtök darabokat kiszűrjük belőle. Erre már csak egy kis tejszínhab hiányzik, és készen is van a Starbucks-os Pumpkin Spice Latte italunk. Elkészült a lattink. A tetejét még megszórtam egy kis sütőtökös fűszerkeverékkel, hogy még finomabb legyen az összhatás. Úgyhogy egészségetekre! Hát nagyon finom lett. Megkóstolod? Persze. Ne nézzük, Krisz mit szól hozzá. Jó illata van. Szerintem nagyon finom. Lehet, hogy még azt is kijelenthetjük, hogy jobb, mint az igazi. Na, mit szólsz hozzá? Fincsi. Ugye? Uh-huh. Csak ne így el sokat, mert igazi kávé van benne. Jaj, jó, hogy mondod, akkor nem. Neked csinálok másfajtát. Egyébként nagyon finom. Szóval, átment az ízteszten is, úgyhogy készítsétek el ti is otthon. Hogyha szeretitek a Pumpkin Spice Latte-t, és osszátok meg velem Facebookon vagy Instagramon, hogy sikerült. Ha esetleg még több sütőtökös receptre vágytok, akkor a csatornámon megtaláljátok, illetve belinkelem nektek ide a leírásba is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!